Sziasztok! Napokban elkészült a legújabb filmsorozatunk, egy olyan oktatóanyag, ami most kifejezetten csak haladóknak szól. Olyanoknak, akik ismerik már a festést, és tanulták már a pasztelkréta technikát is. Ez egy olyan módszer, ami kifejezetten nagy bonyolultságú tájképek, vagy nagyon részletgazdag csendéletek, portrék megrajzolására, megfestésére való. Ez idáig a táborainkban és tantermi tanfolyamaikon tanítottuk, és most elkészült ezeknek az online változata is azért, hogy vidéken vagy külföldön élők is meg tudják tanulni ezt a csodaszép és különleges technikát. Ezt úgy hívják, hogy vegyes technika, amikor nem csak egy eszközt használsz arra, hogy egy kép elkészüljön, hanem minimum kettőt vagy akár többet is használhatsz. Ennek a technikának az egyik nagy előnye, hogy mivel több eszközt használsz, így az annak az eszköznek csak az előnyét használod ki a képen, és így sokkal gyorsabban elkészülnek ezek a képek, tehát időben rövidebb, hogy elkészüljön egy ilyen kép, és sokkal látványosabbak ezek a képek, mint hogyha csak egy eszközzel készítetted volna előket. Az oktatóanyagban megmutatjuk azt is, hogy milyen eszközöket lehet összepározni, és miket nem lehet összepározni, tehát megmutatjuk a lépéseket, hogy miután mi jön, milyen az előrajzolás menete, hogy néz ki az első réteg, azt milyen technikával tudod megcsinálni, és hogyan tudod megcsinálni a következő későbbi rétegeket is. Most már nincs más hátra. Nézd meg, hogy a tanítványaink eddig milyen képeket készítettek el vegyes technikával, és hogyha tetszik, akkor próbáld ki te is, tanuld meg te is ezt a módszert, és rendeld meg a legújabb online oktatóanyagunkat. Szia!